Filmszínházunk bemutatja a Profi című filmet. A profik minimum 18-as alufelnit tesznek a zsigulira. Akkor én vállalom, hogy nem vagyok profi, ugyanis az alufelni nem lesz felszerelve. Gyári kerék marad rajta. Ami viszont felkerül, és mindez ma, a csomagtartóra egy teljesen új gumitömítés, mert ebből csak ilyen 20 centi van meg rajta most. Az AC-hoz egy új membrán, addig el se lett indítva, amíg ez meg nem jött újban. A jó minőségű gyújtókábel garnitúra, hozzá persze gyújtógyertyák is, legyen akkor már ez is új. Amit a rendőrös videó végén nem mondtam, Pétertől, aki a rendőrautók tulajdonosa, kaptam én ajándékba vásárfiát, hogy ez mi és hogy néz ki rajta, na az is kiderül. Jöjjön a gyújtásrendszer. Van itt minden rendszer, hallott. When you still depend upon. Nem néz ez ki rosszul? Talán kicsit fekete, de amúgy ez se gáz. Most, hogy az új gyertyák bent vannak, színre lép a Tesla, és odaadja nekünk a kábeleket. Oh, de ennek a szaga is más. De azért van különbség, mondjuk vastagságban. Az ajándék, amit rendőrautós Pétertől kaptam, itt rejlik ebben. Szemfülesek, akik esetleg kicsit jobban odafigyelnek erre a témára, azok már biztos kitalálták, hogy mi lehet ez, hiszen nem rendőrvillogó formája van, biztos laptop. Na, ez kérem szépen egy fekete vasdarabnak tűnik, tudom, egy eredeti 70-es, 80-as években a rendőrségi 1002-es zsigulikon használt villogó és sziréna tartó pánt, amit múltkor megbeszéltem Péterrel, hogy gyakorlatilag tetőcsomagtartóból alakították ki, de ezen még a furatok helye is megvan. Ide kell felfogatni a szirénát, meg a villogót. Nagyon szépen köszönöm Péternek, viszont amit még nem mondtam, sokan írjátok, hogy micsoda motiváció, hogy látjátok a videóban, ahogy mondjuk én magam megoldok dolgokat, de nekem ő volt a motiváció. Szombaton csináltuk a videót, amikor hazaértem a rendőrautós forgatásról, Abonyban volt egyébként, tehát tőlem elég messze, abban a percben, mivel láttam ezeket a gyönyörű cuccokat, nekiálltam felújítani az én két régi, látod milyen szar volt, amikor megvettem, ott volt a csomagtartóban, csiszoltam agyba főbe, orhanyós volt, nagyon régi, ezek 70-es évekbeli cuccok, de nézd meg, egész jó lett, szóval Péter akkora motivációt adott nekem, hogy azonnal nekiálltam, és egy héten belül felújítottam mind a két rendőrségi szirénámat. Ez a tartó éppen jókor jött, a két villogó megvan, most már ezek is szépek, lehet feltenni. Azt a menőséget látod? Milyen rendőr! Hú, még képzeld el ide a két tölcsért, de jól fog ez kinézni. Hát lehet, hogy próbaútra már úgy megyünk. Csomagtér tömítés. A csomagtartom tömítése az jelenleg ennyi. Nem egy nagy darab, és itt ugye végig kéne neki futni. Ez amúgy megint nem egy bonyolult dolog. Az a lényege, hogy ebben a tömítő gumiban van egy fém szál, és a fém erősítésnél kell rányomni magára erre a peremre. Ajánlatos mondjuk itt kezdeni. Out, 21.01-es cikkszám. És csak egy nagyon picit lett hosszabb, ezt levágjuk, és kész. Szóval ment a fém, látod? Ez csipőfogó, elcsipjük, és kész. Na nézzük, ott csukódik. Hát most mit mondjak? Új tömítésre minden, próbálgatom egy ideje, de ez... hát úgy csukódik le, ahogy régen a zsiguli csukódtak. Így. Hát biztos ez a jó. Ez az üzemanyag pumpa, AC pumpának a membránja, és hogyha ez át van szakadva, akkor is kerülhet a motorajba benzin. Itt van, látszik is a régi piros. Nagyon sokan megírták, mindenki biztos is volt benne, hogy ez lesz a legfőbb baj, tehát hogy nem a karburátorból került a legtöbb benzin oda. Én meg hiszek nektek, és persze köszönöm szépen a sok tanácsot, úgyhogy addig nem is indítottam újra el az autót, amíg ezt meg nem rendeltem. Ahogy láthatod, valaki dolgozott ezen már én előttem is, csak egy mozdanat kimaradt, ugyanis a benzincsőnek ez a bilincs ez abszolút nincs meghúzva, ez nem én voltam. Mindegy, folyni nem folyt, tehát nagy gond nincs, de attól függetlenül ez így nem jó. Ezt lekapjuk. Azt a bilincset lekapja. Ez sem nagyon van meghúzva. A gyerekek, mi volt itt? Na mit szóltok? Mit szóltok ehhez?
Tiszta rosda a belseje is. Na nézzük, hogy a lényeg át van-e szakadva? Itt a szélén a csavarok helye az oké, szakad, de hogy maga a membrán is át van-e szakadva, hát azt úgy nem látom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez rossz volt. Jó, hát ha itt az új, nyilván kicseréljük. Persze, nézzük már meg. Ebben nem hiszek, hogy ez nem volt rossz. Szét lehet szedni, és ez több membrán van. Van a benzinnek membránja, az olajnak membránja. Figyelj, ez nem szakadt. Ez sem szakadt. Hát... nem volt szerintem ez rossz. Hát ilyen maradt alatta. Nem túl szép, ezt én megpucolnám, ha nem baj. Nyilván lesz, aki azt fogja, hogy minek pucolgatni azt a rugót, jó az úgy is. De nekem van egy ilyen rendmánia, vagy nem tudom minek nevezzem. Kiveszek egy ilyen alkatrészt, és látom, hogy rozsdás. Egyszerűen nem jó érzés, nem akarom visszarakni koszosabb. Persze lehet, hogy ugyanúgy ellátja a feladatát, tökéletesen fog működni, de valahogy ez van bennem, hogy ha már egyszer szét van szedve, menjen már tisztán össze. Arról meg aztán nem is beszélve, gondold el, hogy ez egy rozsdás rugó, és az AC pumpa belsejében mozog, ahol azért ugye benzin van. Na most jó az, hogyha a rozsdás rugóból ilyen rozsdadarabok esetleg lejönnek és belekeverednek a benzinbe? Én ezt jónak gondolnám. Maga a membrán visszahelyezése egy nagyon pici trükkösséget kíván, ugyanis be kell akasztanod ezt itt az alján, hogy oda belekapjon ennek az ellenoldalába, ahhoz, hogy ténylegesen működjön. Amikor pumpálod, akkor tényleg lehúzza ezt a membránt. Amennyit ugye rugó enged tekerni magán. Na, most a jó. Na, így lesz a jó. Így nagyjából a fulatok egybevágnak, és ha megnyomom a pumpáló részt, hát ott lehúzza. Szerintem jó. Aztán majd kiderül. Na, minden csavart kétszer átnéztem. Nincs nagyon megtépve, de azért meg van húzva. Jöhetnek vissza a csövek. Hát lehet, hogy sok. Aha, jó, ez így ennyi elég. És akkor gyakorlatilag le is tudom tesztelni, hiszen mi a tankból jön cső, az már ugye csatlakoztatva van, tehát hogyha jól raktam össze, tudom, nem egy nagy dolog, akkor ha itt most pumpálom, akkor kellene jönni a benzinnek. És nem jön semmi. Nincs szerencsém. Semmit nem csinál. Hiába indítózok, semmi. Meg sem moccan. Visszakötöttem a benzint, tekertettem, semmi. Nem akar elindulni. Ha leveszem a csövet, egy buborék nem jön fel. Ha pumpálom, nem érzem, igazából itt a legalján érzek csak ellenállást, és hallod? Szuszog. Miért szuszog? Olyan, mintha valahol levegőt kapna. Mi ez a hülye szuszogó hang? Tudod, hogy alapvetően én annak a híve vagyok, hogy javítsunk meg, amit lehet, nem kell azonnal újat venni mindenből, viszont itt most lehet, hogy feladnám a harcot. Valószínű, hogy nem membrán gondja volt, valahol levegőt kaphat. Ennek az AC-nak a meghajtása mechanikusan a motorban lévő tengerről történik. A motor és az AC távolságának az állításával, ilyen alátéttel, hézagolással lehet változtatni rajta, van egy beállítás, de szerintem ez itt nem opció, mert előtte működött, tehát nem gondolnám, hogy ez lenne itt a probléma. A belsejében ilyen mini szelepek, meg rugók vannak, bármelyik meghibásodhatott, bárhol áttenger. Nem annyira szeretném ezt ennél jobban szétszedni, meg keresgetni, hogy mi a hiba. Viszont próbaútra nagyon szeretnék menni, és hallanám már, hogy hogyan jár az új kábellel, új gyertyákkal. Úgyhogy én rendeltem AC-ból egy újat. Azért is kitűnő dolog egyébként ezzel a zsiguli felújítással foglalkozni, mert nem tudsz nagy pénzeket elkölteni, ebben van az AC, más autóhoz egy üzemanyag szivattyú kerül mondjuk 30-40 ezer forintba, 8500 volt. Menőzni akarnék, nyilván azt hazudnám, hogy hosszú utat tett meg a távoli orosz gyepékről, de nem igaz. Magyarországról jött az Aftoladától, két nap alatt itt volt rendeléstől számítva. Tényleg jó, be van csomagolva. Fuel pump. Benzin szivattyú. Oroszul is alatta van. Nasos palivnyőj. Jaj, de szép fényes. Itt megy neki a lökőrúd, ami a motor tengelyéhez van kötve, amit mondtam. Itt a kézi... Figyelj! Hallod? Ez már most nyomja a benzint, úgyhogy még nincs is benne benzin.
Ez a jó. A másik szar. Érzem az ellenállást. Körülbelül 4-szer akkor ellenállással tudom lenyomni. Ez nem cuszog. Ez röfög! Hallgass! Hűha! Ennek a leszerelésében sincs semmi ördöngösség, mert 2 darab 13-as kulcsnyílású anya fogja ide a motor oldalára. Már mocorog is. Hát persze, hogy látni nem fogunk rajta semmit. Tömítés. És az új fényes AC. Kicsit úgy néz ki, mint Schwarzenegger a Terminátor 2-ről, amikor leütik az arcát, nem? Benzincső rákötve, most jön a próba. Jön-e ott a benzin? Ha-ha, láttad ezt? Ez öcsém, úgy jön, mint a Versailles szökőkút. Ja, most tisztítsuk meg, hogy nem maradjon itt semmi benzines. Most az jön, ami akár egy western film címe is lehet, az igazság órája. Ho-ho-ho! Milyen szép hangja van! Na még egyszer csak, mert annyira élvezem. Ó, de szépen indul! Megyünk próba útra. Ja, hello! Én is a régi AC-m, boldog új éve, szeretnénk meghívni téged egy próba útra. Gyere velünk, ha van kedved, a következő részben. Hello! A szinkron a Pannónia Filmstúdióban készül.